Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Mi Smart csatornán, az én nevem Zsolt. Mi történik olyankor, amikor merül a telefonunk? Fogjuk a töltőkábelünket, bedugjuk az adaptert a konnektorba, és már is töltődik a készülék. De nem mindig tudjuk ezt megtenni vonaton, repülőn, vagy éppen tömegközlekedésen, nincs rendelkezésre álló ajzat, amiben beledughatnánk a töltőt. Ilyenkor jön jól esetleg egy külső akkumulátor, de hát van olyan élethelyzet, amikor két eszközünk is merülőben van, például egy smartband, tehát aktivitásmérő, vagy éppen a fülhallgatónk, és még a telefonunk is. A legtöbb külső akkumulátor akkumulátor viszont vagy nagy, vagy pedig csak egy csatlakozó található rajta, tehát nem lehet egyszerre két készüléket tölteni. Viszont most mondok erre egy lehetőséget, ami a több mosolytson az arcunkra. Ez pedig nem más, mint a 10.000 mAh kapacitású kompakt, de a nevében is benne van, hogy Powerbank 3 ultra kompakt külső akkumulátor, ami a tenyelemhez képest is mindössze ekkora, nagyon pici, mégis gyors töltésre képes, két eszközt is tud tölteni egyszerre, usb c keresztül veszi fel az áramot, és ledes kijelző is van rajta, szóval egy olyan kis külső akkumulátor ez, ami a farmerzsebben is elfér, és még gyors töltésre is képes. eleve környezetbarát burkolatból van ez a külső akkumulátor, tehát hogyha egy ilyet vásárolunk, akkor picit talán zöldebbek leszünk az átlagosnál. A doboz is apró, maga a készülék is az mindössze 200 grammot nyom, tehát tényleg nem fogja nagyon húzni a zsebünket, nagyjából olyan a tömege, mint egy okos telefonnak. A dobozban viszont van még egy USB-C kábel, ezen keresztül veszi fel az áramot maga a kis külső akkumulátor is, nagyjából 3,5 óra alatt feltölthető, de legalább ugyanaz a madzag használható hozzá, mint az okos telefonunkhoz, tehát nem kell mindig külön két-három fajta kábelt magunk hordanunk. Ha körbenézzük, akkor van rajta két USB-A ajza, ezen kívül egy micro USB csatlakozó, egy USB-C port, plusz egy kis gombocska is, amit ha megnyomunk, akkor tudjuk ellenőrizni a töltöttségi szintet. Négy LED jelzi ki, hogy nagyjából milyen töltöttséggel rendelkezik ez a külső akkumulátor, de amikor az eszközöket töltjük, akkor is villognak, pont azért, hogy lássuk, meddig tudunk még nagyjából tölteni. Fontos, hogy a külső akkumulátor az alacsony áramerősségű töltést is támogatja, tehát nyugodtan rá lehet csatlakoztatni akár okosórát, aktivitásmérőt, vagy például fülhallgatót, nem fogjuk tönkretenni, mert pont annyi naftát fog belepumpálni ezekbe az eszközökbe, amennyire nekik szükségük van. Illetve az, hogy 10.000 mAh kapacitású egy külső akkumulátor, ez mindig egy bruttó kapacitás. Ezzel mondjuk egy Mi 10 Pro-t fel lehet tölteni 1,6-szer, vagy éppen egy népszerű iPhone SE 2020 modellt több mint háromszor, de az viszont tényleg tök jó, hogy egyszerre lehet akár több eszközt is tölteni vele, ez jól tud jönni akkor, hogyha a több merőben lévő készülék is van a közelünkben. A gyors töltés pedig a legnagyobb vívmány a külső tehát annak ellenére, hogy kompakt, 22,5 wattal tud tölteni eszközöket, már amik kompatibilisek ezzel, és ezt tényleg nagyon jól én kipróbáltam egy Mi 11 Ultra-val például, vagy egy Poco F3-mal, és mindegyikben pillanatok alatt beleszaladtak a százalékok, nyilván nem a maximális töltési teljesítményüket tudtuk kihasználni ezzel, de ennek ellenére azért mégiscsak jó jön, amikor gyorsan pumpálódik a töltöttség, mert legalább nem kell sokáig a külső akkumulátort használnunk. Egy ilyen készülék a Mi Power Bank 3 Ultra kompakt pedig megvásárolható a xiaomihu n a Lurdi Szeged Debrecen MI -E store valamint a Miss webáruházban is, aki tehát vágyik egy olyan külső akkumulátorra, pici, könnyű, a táskában, farmerzsebben is elfér, és még gyors töltése is képes, ráadásul több eszközt tud tölteni egyszerre és USB-C-n keresztül lehet magát a készüléket tölteni, akkor ne gondolkodjon túl sokat, irány az üzletek vagy a webshop, mert meg tudja vásárolni ezt a készüléket. A vásárláshoz szükséges linket megtaláljátok a videó alatti leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, valamint a salmilife.hu blog oldalon. Szép mindenkinek, sziasztok!